Azt mondanám, hogy na végre egy könnyed téma, de hát aki szülő, az pontosan tudja, hogy ez sem az, mert hogy mit kezdjünk a gyerekkel, illetve a gyerek mit kezd magával, ez egy szülő számára egy nagyon súlyos és nagyon komoly téma. Balogh Gábor, a Magyar Diáksport Szövetség elnöke, és Vas Zoltán, a Magyar Diáksport Szövetség szakértői. Szép jó reggelt. Jó reggelt kívánok. Hát az ősz az arról szól, hogy bizonyos korba élő gyerekeknél a szülőnek el kell dönteni, hogy hova iratja be a gyereket, hogyha egyáltalán beiratja valahova sportolni. Mennyire akarják ezt ma a szülők? Nekem nagyon jó személyes példám van, bár én inkább az élsport irányú példámat tudom szerintem erősíteni. 24 évig az öttusos sportban tevékenykedtem, de ez megelőzte rengeteg sportágnak a úgymond kipróbálása. És nekem abban a szerencsés helyzetben volt részem, hogy a szüleim sosem nagyon erősen próbálták azt belém súlyko, hogy na most neked mindenképpen élsportolnak kell lenned, hanem hagyták, hogy kipróbálja a különböző sportágat. Eleve egy nagyon rossz gyerek voltam, és kellett, hogy valamiféle mozgásformával mondjuk lekössék az energiámat. Én elkezdtem mondjuk a karatével, utána birkóztam, aztán asztali teniszeztem, aztán tollasoztam, és a végén 10-11 éves koromban, ami egyébként már későnek számított, ragadtam le az öttusos sportnál. Ezt azért nagyon fontos megemlíteni, mert a korai sport kiválasztás az nem egy szerencsés dolog, és sajnos már Magyarországon is az elmúlt 10-15 évben van korai sportspecializáció. Hát 6-7 éves gyerekekre szokták mondani az edzők, hogy elkésett egy kicsit anyuka. De ez reális? Tehát lehet tudni egy 4-5 éves gyerekről, hogy mi lesz belőle, vagy mi érdekli majd 10-12 éves korában, amikor tényleg eldől a sorsa a sport szempontjából? Szerintem ez probléma. És pont ezt akartam mondani, hogy nekem nagyon nagy szerencsém volt, hogy csak terelgettek, és egyszer csak megtaláltam azt a sportágat, amely az én ízlésemnek és az én alkatomnak megfelelő volt. Szerintem ezért nagyon fontos, hogyha mondjuk valaki nem az e-sport irányában megy, akkor a szülő mellett az iskola is tudja a gyerekeket abba az irányba terelni, hogy mondjuk sportoljanak. Ezért fontos, hogy az iskolában legyen motiváló olyan tartalmak, olyan mozgásformák, amivel a gyereket mondjuk ott tudjuk tartani. Meg egy csomó sportágat ismerjenek ott meg, de azért mégis nekem szülőként magamnak is gondolnom kéne valamit a gyerekről. Minek alapján tudom én azt meghatározni, hogy merre felé toljam az én 4 évesemet, 6 évesemet, 10 évesemet, ki milyen korban van éppen? Igen, ez egy meglehetősen nehéz kérdés, hiszen ugye ilyenkor elvárjuk a szülőtől azt, hogy megfelelő pedagógiai, pszichológiai és esetleg fejlődéslélektani ismeretekkel rendelkezzen, ugye, amit hát egy átlagos szülőtől nem biztos, hogy elvárható ilyenkor, vagy szakértő segítségét kéri, vagy pedig, hogyha rendelkezik ilyen irányú ismeretekkel, akkor megpróbálja, hogy a gyerekét hát olyan irányba terelgetni, ami a saját gyerekének a személyiségének megfelelően előfordulhat. Például, hogyha a gyermeke olyan, hogy egy egyéni, különutas gyerek, ahol inkább szeret egyedül lenni, és nem a csapatban lévő tevékenységeket szereti, akkor feltehetően nem csapatsporták felé fogja orientálni a gyereket. De alapvetően egyetértek Gáborral abban a tekintetben, hogy a 6-10 éves korig tulajdonképpen majdnem, hogy mindegy, hogy milyen sporták, csak csináljunk valamit, és lehetőség szerint családban a szülőkkel együtt. Az egy nagyon-nagyon fontos motivációs tényező lehet, hogyha a játszótéren, az iskolaudvaron, bárhol, ahol elmegyünk a gyerekkel, ott van mindig a labda, ott vannak az ütős eszközök, és ott van minden egyes olyan eszköz, ami gyakorlatilag adott arra, hogy na, gyorsan most akkor kimenjünk. Tehát a személyes minta, a személyes példa, de azért függetlenül az még ma is igaz, hogy ugye régen az én gyerekkoromban az volt, hogy a 4 éves gyereket irassuk be úszni, mert az mindenre ez egy jó alap, kezdjen el megtanulni úszni, legalább valami haszna is van annak, hogy mozog. Tehát ezzel kezdeni például értelmes, okos döntés ma is még? Ennek két iránya van, egyrészt régen sokkal struktúráltabban irányították a szülők a gyerekeket a sport irányába, sokkal nagyobb divat volt egyébként sportolni, és talán nálunk is itt Magyarországon az egyik nagyon fontos kiugrási lehetőség, a másik pedig mondjuk az egészség, a kérdése itt azért bekúszik ebben a történetben, az, hogy egy gyerek mondjuk úszást tanul, azt mindenki tudja, hogy az úszósport az ugye a vérkeringésnek a megfelelő kialakítása, a test összetétel az izomzatnak, ugye az úszás az mindent megmozgat a lábtól kezdve a tüdőig, tehát a belső, a szervek, az izomzat, és egyébként mondjuk a fej szempontjából sem az utolsó, hogy mondjuk egy 50 percig vagy 60 percig koncentrálnia kell. Az, hogy megismerje a vizet, az úszó tudás eleve mindenkinek fontos. Egy gyerek, hogyha nyáron el akar menni egy táborban, mondjuk Balatonra táborozni, akkor nem márt, hogyha mondjuk úszni tud. Tehát ez több szempontból is fontos, hogy mondjuk az úszósport, igen, az egy abszolút alapsportág. Azt egy szülőnek kellene éreznie, hogy mihez lehet tehetsége a gyereknek? Ugye eldobom a labdát, a 2 éves felé lehajol érte, vagy átlépi, belerúg, vagy eldobja. Tehát ezekből kiderülnek dolgok?
Hát alapvetően érdemes figyelni a gyereket ilyen szempontból is, hogy hogyan reagál, hogyha esetleg játszunk különböző eszközökkel, de igazából szerintem messze menő következtetést ebből nem lehet levonni, hiszen ugye ezek a gyerekek, mivel ilyen kiskorú gyerekekről beszélgetünk, azért ugye a kortárs csoport, amikor együtt játszanak, igazából azt érdemes megfigyelni, megnézni, ahol a szülő nincs ott. Ugye általában az óvónénik vannak ott az óvodában, vagy pedig az általános iskolában ugye a tanítónénik, a testnevelők, akik tulajdonképpen az idő nagy részét a gyerekkel töltik. Tehát alapvetően nagyon fontos az, hogyha a szülő, ugye amikor az ideje nagy részében már nem a gyerekkel van, hanem ugye közoktatási intézményben jár a gyermek, akkor a pedagógussal folyamatos kommunikációt végezzen pontosan ezért, hogy mert ott egy olyan másik arca jelenhet meg a gyereknek, amit otthon föl sem merül, hogy hát ilyen van. Ki szoktak borulni a szülők, hogy ezt is, meg azt is, meg azt is kipróbálja a gyerek. Pont a te példád mutatja, hogy hát azért az ötusában a legmagasabb pontig jutottál, úgyhogy mindenfélét kipróbáltál előtte, és semmi gondot nem okozott, sőt, lehet, hogy ez még be is épült különböző mozgásokba, hogy ennyi minden ott volt már az életedben. De ettől még mi szülők kétségbe esünk, amikor a tizedik féle edzésre, a tizedik helyre, a tizedik edzőhöz visszük a gyereket, mert ez a sport se volt jó, meg az se. Hagyjuk ezt a csatangolást, vagy próbáljunk arra tolni a kölyköt, hogy tarts már ki valami mellett, drágám. Szerintem nagyon jó volt a kérdés, és tényleg nagyon jó a kérdés abból a szempontból, hogy én mindig el szoktam mondani, hogy két edzője van a gyereknek fiatalkorban. Az én véleményem szerint ez a szülő, és egyébként a testnevelő tanár. Nekem pont ez a két oldal volt, édesapám, édesanyám és a testnevelő tanárunknak az unszolása és a segítése, hogy milyen irányban menjünk. Szerintem nagyon fontos, hogy egy szülő is utána olvasson és tisztában legyen azokkal a képességekkel, hogy látja, hogy a gyerek ebben jó vagy ebben nem jó, és ő terelgesse valamilyen szinten. Tehát a te kérdésedre a válaszom az, hogy igen, valójában szerintem fontos a szülőnek ezekben a dolgokban egy kicsit tapasztalatra tenni szert, vagy utána nézni. A Diáksportszövetség miben tud segíteni a szülőnek, gyereknek? Milyen mintát, menüt tudtok kínálni? Rengeteg nagyon-nagyon szép programunk van. A Diák Olimpiával kezdhetném, ahol van A és B kategória, tehát versenyengedéllyel rendelkezők is, versenyengedéllyel nem rendelkezők is. És a másik ilyen nagyon-nagyon fontos, a Sport legyen a tiéd program, amely egy olyan program, az elmúlt két évben szervezzük ezt a programot, ahol iskolai keretek közé beszállítva, bevíve csinálunk olyan programokat, ahol sportágakat próbálhatnak ki a gyerekek. Ezeket általában nagy megyeugú városoknak a sportcsarnokába visszük le, ahol 1000-1200 gyerek volt minden egyes eseményünkön, és vannak, hogy iskolai környezetbe is leviszünk, tehát kisiskolákba is leviszünk programokat, ahol 2-3 sportág mutatkozik be, ezeken a nagy eseményeken pedig legalább 10-15 sportág mutatkozik be, és ott a gyerekek kipróbálhatják élsportolók, olimpikonoknak a jelenlétében, ami azt gondolom megint csak motivál, hogy fiatal gyerek szempontjából. Ez egyébként ez egy nagyon fontos kérdés még a gyerekeknek a motivációja, hogy találkozzanak olyan példaképekkel, ami keresztül elkezdik a sportágat. Tehát ott bemutatjuk ezeket a sportágakat, ők kipróbálhatják, és nagyon-nagyon sok gyerek a sportág szeretete után a helyi klubokba el fog tudni kezdeni sportolni. És végül is azért alapvetően ez csak úgy van, hogy mindegy, mi sportol, a gyerek csak mozogjon. Köszönöm szépen, hogy eljöttetek, és beszélgettünk erről.